Az átlagára már most háztartásonként az adók, a jövedéki adó és a megújuló energiaforrásokra szánt díjak nélkül 6,6 dinár kilovattóránként. Az illetékesek szerint az emelés miatt átlagosan 68 dinárral fizetnek majd többet a felhasználók októbertől. Van, aki nem is tudja, hogy megdrágult az áram, mások hallották és bosszankodnak. Egyáltalán nem hallottam, hogy drágult volna az áram. Hogy ne hallottam volna? Hát szerintem az áram magában annyira nem drága, hanem az a sok sallang, ami még rajta van a számlán, az... A szerbiai villanygazdaság a Világbank szakértőivel egyeztette a 2%-os emelést. Az infláció részével való összehangolást jelenti ez az áremelkedés, magyarázta Zombori Imre közgazdász. Természetesen minden áremelkedés kihat az emberek pénztárcájára, és kihat az árakra is. Azonban ez az emelkedés kismértékű, úgyhogy ilyen szempontból ez a kihatás a vásárlóerőre, illetve a más termékek árára is remélhetőleg minimális lesz. Mégis szinte minden megdrágulhat, amiben az áram, mint energiahordozó benne van. A különböző iparágok most készítik majd el a saját kalkulációjukat, az emeléssel összhangban, tette hozzá a szakember. Legrosszabbul azok járnak, akik árammal fűtenek. Akinek például a fűtés idényben eddig 15 000 dinár volt a havi számlája, az most 300 dinárral fog többet fizetni. Mivel a szén és a tűzifa ára is az egekbe szökött, sokan nem tudtak bekészíteni tüzelőt, és árammal kénytelenek fűteni, vagy hozzáfűteni az otthonukban. Kockályhában, meg kaloliferre, meg egy kis szénre, amennyire összejut, amennyi jut a fára szénre. Ilyen kombinált fűtéssel is ketten egy parányi házban 6-8 ezer dináros havi villanyszámlát halmoznak fel, mert egy tarifás órájuk van. Olcsóbb az árammal való fűtés azok számára, akik rendelkeznek két tarifás órával, és éjszaka az olcsó áramot használják. Az átállás azonban drága. Akinek egy tarifás villanyórája van, több 10 ezer dinárt kell fizetnie a két tarifás elszámolás bevezetésére és az óracserére.